Magyar Hang külpolitikai podcastja Balogh Rolanddal. Ha kedd, akkor Reptér, a Magyar Hang külpolitikai háttérműsora. Ezúttal Törökországról, a földrengésről, illetve annak hatásairól beszélgetünk Egeresi Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének Törökországgal foglalkozó tudományos munkatársával. Zoltán, üdvözöllek, köszöntelek a műsorban. Szervusz, üdvözlök mindenkit! Ugye, hogy pontos legyek, egy hónappal ezelőtt történt ez a nagyon súlyos földrengés sorozat, amely Törökországot és Szíriát is megrázta. A hírek szerint körülbelül 80 éve nem volt ennyire súlyos földrengés. Azt tudjuk, hogy a térség azért gyakorlatilag az ókor óta regisztrált ilyen földrengésekkel és ilyen hasonló katasztrófákkal, de ez azért valóban egy nagyon komoly dolog volt. Mennyire rázta meg ez Törökországot és magát, a török közvéleményt? Nagyon nagy mértékben, mindenféleképpen. Ez gyakorlatilag a török köztársaság történelmének a legnagyobb földrengése, mint kiterjedését, illetve halottak számát tekintetében. Ugye az állam pont ebben az évben ünnepli 100 éves fennállását, vagy a köztársaság a 100 éves fennállását. Nyilvánvalóan még évelején nem ilyen katasztrófára készültek, vagy senki nem gondolta, hogy ez így bekövetkezik, vagy bekövetkezhet. Ugye, hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy magyarországi területet érintett többé-kevésbé ez a földrengés. Ugye ez az a terület, ahol számos épület megrongálódott, összeomlott, ugye különböző statisztikákat lehet találni, különböző hivatalnokok és politikusok különböző számokat mondanak, de nagyjából egy 150 ezer épület omlott össze, vagy sűrült meg elég súlyosan, illetve az biztos, hogy még további több tízezer épületet fognak majd lerombolni, és majd valami történik velük, mert az eddigi felmérések alapján veszélyesek. És ugye voltak is utórengések február végén is, nyilván lényegesen kisebb kárral, két ember veszítette életét, néhány épület omlott össze, de alapvetően ez egy óriási veszteség az egész ország számára. És ugye még fontosabb talán hangsúlyozni, hogy ugye nagyjából magyarországi területről beszélünk, de durván 14-15 millió ember lakott ezen a területen, úgyhogy nyilvánvalóan ez megint egy össztársadalmi problémát fog innentől kezdve jelenteni, hiszen a lakosságnak, a Törökország lakosságának nagyjából egy olyan 16-17%-áról van szó, úgyhogy kiterjedt rokoni kapcsolatokkal, úgyhogy ezt gyakorlatilag mindenki követte, arról nem is beszélve, hogy a mai mediatizált világban, ahol van internet, van telefon, gyakorlatilag kis túlzással élve így a lakosság is alapvetően követhette, hogy többé-kevésbé, hogy mi történik ott helyszínen. Rengeteg híradást, Twitter üzenet indult el, sőt, valakiket a mobilokon, mobil használattal tudtak megtalálni a romok alatt, vagy azáltal adtak életjelet, hogy hol vannak. Tehát ez ebből a szempontból is még egy korábbi, még egy évszázaddal ezelőtti földrengéshez képest egy modernebb infrastruktúrában történt, és emiatt még nagyobb volt hatása, ugye a nemzetközi sajtó is szinte helyről közvetített, hogy mi történik most Törökország keleti részén. Ugye gyakorlatilag már a leges legelején megjelentek olyan hírek, elemzések, hogy a hatalom, a kormány nem reagált megfelelően a helyzetre. Na most ezt most hogy értékelik Törökországban? Mennyire vita téma, hogy mennyire gyorsan, mennyire hatékonyan reagált a kormányzat? Ez vita, és az is fog maradni, tehát... És én azt látom, hogy alapvetően az emberek a saját valóság optikáikon, vagy mondhatjuk azt, hogy párt preferenciái alapján állnak ehhez a történethez. És gyakorlatilag az első perctől kezdve nagyon sokan azt mondták, hogy vagy az első egy-két nap, amikor lehetett látni, hogy vannak hiányosságok, komoly hiányosságok, hogy ez egyértelműen a kormány hibája. Nyilván a kormány meg ezzel szemben azt próbálta bizonyítani, hogy hát egyrészt egy ekkora szintű földrengés. Ugye a február 6-án két nagy erejű földrengés történt, ugye ezek kicsit megosztanak a források, de
7,6-os, 7,7-es vagy 7,8-as erősségű földrengések voltak, tehát ez mindenféleképpen nagyon komoly pusztítással járt volna, és ezen kívül is még voltak nagyobb 6-osnál nagyobb erősségű földrengések, amelyekben már épületek omolhatnak össze, úgyhogy a régió nagyon gyorsan, nagyon sok földrengés bekapott, és mondhatjuk azt, hogy egyébként még folyamatosak a földrengések, igaz, ezek jellemzően 5-ös alatti erősségűek, amit nem nagyon érez meg az ember, vagy éppen megérez az ember. Ez kevésbé veszélyes az infrastruktúrája, de ezek nagyon-nagyon durva történetek voltak. Ugye nagyjából keletkezett az egyik komolyabb törésnél egy durván 300 km hosszú ilyen törés. Mert hogyha az ember nézi a felvételeket, akkor azt lehet látni, hogy tényleg megnyílt a föld, pár méteres szakadék ment végig a tájakon, a mezőkön, a domboldalakon, tehát ott, ami éppen ennek a törésvonalnak az útjába esett, azt vitte magával a föld, és hát nyilvánvalóan ezen túlmenően pedig különböző településeket, hol jobban érintett, hol kevésbé érintett, ugye volt jó pár falu, vagy kisebb város, ami én idézőesen mondom, karcolás nélkül megúszta ezt a történetet, máshol pedig egész negyedek váltak földdel egyenlővé, tehát ez a 10 török megye, ez nem volt azonos mértékben érintett, vagy nem minden része volt azonos mértékben érintett, ez fontos hangsúlyozni, de az biztos, hogy így is nagyon kiterjedt volt, és hát magának a mentésnek a megoldása is nagyon nehéz, nagyon sok nehézségbe ütközött, hiszen, mint említettem, ennyi emberre, vagy ekkora kiterjedésű katasztrófára nem volt felkészülve a török katasztrófa védelem. Az odajutás is problémás volt, hiszen sok helyen ugye az út maga is ketté tört, vagy felszabdalódott, valahol sziklák estek rá, tehát maga a járás is nehéz volt, és nyilvánvalóan a romok közül a romossá váló településeken is nagyon nehéz volt a közlekedés, arra nem is beszélve, hogy az első földrengés legkésőbb a második után nagyon sokan elhagyták ezt a régiót, és már első nap hát igyekeztek biztonságosabb helyen az ország nyugati középső részén meghúzni magukat, vagy szállodai szobákat béreltek, vagy rokonokhoz mentek, barátokhoz mentek. Nekem is van sok ismerősöm, aki hát amint tudta, elhagyta ezeket a földrengés veszélyes városokat, megyéket, és most valahol Isztambulban, Karába vagy Izmirben van, tehát az ország nyugati részén, és hát nyilván ez is nehezítette a mentés, még akkor is, hogyha azt lehet látni, hogy nagyon sokan mentek oda önkéntesként, az egész török társadalom megmozdult, tehát úgyhogy rengeteg olvasatot lehet látni, és hát nyilvánvalóan a kormány az azt kommunikálta már az első perctől kezdve, hogy amennyire lehet helyén vannak, ott vannak a gáton, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Törökország rögtön jelezte, segítségre van szüksége, ennek is köszönhetően aztán ugye a nemzetközi közösség meg tudott mozdulni, és Magyarország is küldött 167 fős mentőcsapatot, más országokból többen érkeztek valahol, de általában ennél azért kevesebben, és ez is segített több ezer embernek a megmentéséhez. De ez a vita, ez meg fog maradni, és még a kormány, vagy a kormányhoz közeli csatornák, a köztévé az rendszeresen arról számolt be itt az első egy-két hétben, amikor még ugye volt remény arra, hogy embereket találnak meg, hogy tényleg nagy erőkkel próbálnak több tucat ember próbál alagutat ásni, vagy valamilyen úton módon kiszedni a bajba jutottakat, vagy azt, hogy mennyire durva pusztítás érte ezt a régiót, tényleg én is néztem a török tévét, valahol élőadásban volt össze egy épület magától, vagy pedig volt egy alig érezhető utórengés, ami megadta a kegyelem döfést a már rossz állapotba lévő épületnek. Tehát tényleg egy apokaliptikus képek és felvételek láttak napvilágot, azóta pedig ugye, még több drónfelvételeket lehet látni a legjobban érintett, mondjuk Hatály tartományról, Antakya városáról, ez a régi Antiokia, amit a történelem folyamán is többször elpusztított földrengés. Itt még mondhatok más településeket is, Gaziantep, ami egy nagyjából budapesti méretű település, délkelet Törökországba, Adana, hogy mondjuk kevésbé sérült meg, de szintén egy nagyvárosnak számít, és a epicentrumban lévő kisebb településekről nem beszélve, tehát tényleg egy ilyen amerikai apokaliptikus filmnek a képeit idéző felvételeket lehet látni.
És hát nagyon sok helyen pedig az emberekkel készített interjúk, ugye ott a sok utáni napokban, az arról szólt, hogy hol van az állam, hol késnek az emberek, hol késnek a mentők, hol vannak a katonák, hogyha már a katasztrófavédelem nem tud kijönni, hol van a segítség. És hát sok ilyen videó került a török közösségi médiába, nagyon sok kritika érte a kormányt, és hát ez egyébként oda vezetett, hogy az egyik megyeszékhelyen aztán Erdogan elismerte, bocsánatot kért a késlekedésért, illetve egész pontosan azért, mert ugye a földrengés kiterjedt volt, ami a súlyossága, a rossz időjárási körülmények miatt, hiszen ugye tél volt, sok helyen esett a hó, pláne a hegyvidéki területeken, tehát ott földrengés nélkül is nehéz ilyenkor a közlekedés, így meg aztán főleg, és ugye az utak rossz állapota miatt, vagy a megrongálódásuk miatt egyszerűen nem tudták azt a szolgáltatást, amit kellett volna. Tehát volt egyfajta ilyen gesztus az állam fő részéről, de az látható, hogy gyakorlatilag a földrengés első pillanatától kezdve igyekezett a kormányzat uralni ennek az egész földrengésnek a média menedzselését, és hát ennek köszönhetően kirendelték minden minisztert, le kellett menni látogatni a régiót, Erdogan is végig látogatta a városokat, amelyeket érintett ez a földrengés, és hát ugye ezzel szemben van ez a nyilván az ellenzék által azonnal felkarolt kritika, miszerint az állam valóban késlekedett, és ez való igaz, hogy több helyen, több kisebb, vagy eldugottabb helyen, de akár nem is csak annyira kisebb, hiszen Antakya egy több százezres város, ott is érdemi segítség az napok után érkezett. És ugye a romok eltakarítása az még mindig tart, és ugye ez különösen fájó, hiszen az első 2-3 nap, amikor a legtöbb esély van arra, hogy még élő embereket találjanak a romok közt, még akkor is, hogyha egyébként még egy hét után is találtak, nyilván már az esélye minimális. Tehát az első pár nap kellett volna sokkal nagyobb kompetenciát, vagy sokkal nagyobb tetrekészséget bizonyítani a török államnak. Ez nem volt megfelelő, de nyilván ez egy olyan történet, amit végül a török lakosok, vagy a török, inkább úgy fogalmaznék, választópolgárok majd mérlegelnek, hogy ebben a helyzetben a török kormány az mennyire állt a helyzet magaslatán, mennyire volt ez tényleg egy istentől jövő csapás, amit Erdoğan megpróbált részben így ezzel magyarázni az egész jelenséget, az, hogy ennyire kiterjedt volt, és hát és itt ezért is mondom azt, hogy mindenki alapvetően a saját pártpreferenciája alapján fog majd értékelni ezt a történetet. És hát ugye a második történet, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy azon tudom, hogy mennyire volt sikeres a kormányzati mentőpolitika, vagy a mentési munkálatoknak az intézése, az, hogy jutottak el ide. Tehát hogy lehetett az, hogy egy, noha valóban nagy földrengésről van szó, vagy a földrengésekről van szó, ilyen sok ház megrongálódott, ilyen sok ház összedőlt, és ugye most már több mint 45 ezer ember halt meg, ugye több mint 110 ezer ember sérült meg, és ugye valószínűleg a halálos az elhújtak száma az csak növekedni fog a következő hetekben, ugye, ahogy folytatódik a romboknak az eltakarítása. Tehát ez egy óriási sokka török társadalomnak. Szóval, hogy ezt itt igazából ki a hibás? És nyilvánvalóan a lakosság egy része, vagy az ellenzék döntő része azt mondja, hogy alapvetően a kormányzat, hiszen ők engedték azt, hogy a nem megfelelő sztenderdek szerint épültek az épületek, amelyek összedőltek, sok lakóház, tehát ilyen több emeletes lakótömb, vagy lakóparkok, amelyek tényleg egyik matra a másikra összeomlottak, azoknak egy része például úgy volt meghirdetve annó, sokan úgy vásároltak lakást, hogy ez egy új földrengés biztos épület. Hát ezek most leszerepeltek. És ugye ebben a helyzetben a kormányzat megpróbál részben felelősöket keresni, részben pedig elkeseredettséget valahogy valami felé csatornázni, és ugye ebben a helyzetben ugye főleg a kivitelezőket találták meg, és már több mint 190 embert letartóztattak, több mint 600 ember ellen folyik valamilyen szintű eljárás, vagy folyt valamilyen eljárás, őrizetbe vették, stb. Ami nem tudom egyelőre, hogy mire lesz elég, azért azt látni kell,
hogy az 1999-ben lévő ilyen Isztambul környéki földrengés, ami szintén megrázta török társadalmat, ugye közel 20 ezer ember veszített életét, szóval azután komolyabb földrengés ügyi szabályozást fogadott el a kormány, sőt külön adót is kivetettek, mondván, hogy az abból befolyó pénzt majd megfelelő földrengés biztos épületek építésére fogják fektetni, és minden komolyabb földrengésnél felvetődik a kérdés, például a 2011-es bani földrengésnél, hogy ezek a szabályok és ezek a pénzek hova mennek. Igen, ez lenne egyébként a kérdésem, hogy ugye vannak bizonyos szabályok, amiket meghoztak, és úgy tűnik, hogy nem tudják betartatni egyetlen. Hogy lehet betartatni ezeket a szabályokat, vagy hogy sikerült betartatni a török politikának a szabályokat, mert úgy látszik, hogy nem nagyon. Így van, és ilyenkor, és ez pedig egyébként az egész földrengésnek majd a közeljövőben lévő választásokra való hatását nézve, szerintem azt fogja magyarázni, hogy az lesz majd a hatása, hogy azért a török lakosság az alapvetően tudja, hogy épülnek ezek az épületek. És noha sokan tényleg kárhoztatják a kormányt, de alapvetően azt mondanám, hogy valahol mindenki benne van ebben, hogy ezek az épületek olyanok legyenek, amilyenek. Tehát kezdve azzal, hogy Törökországban egy óriási építkezési boom zajlik az utóbbi 10 évben, 20 évben, bár ugye egy elég komoly lakosságnövekedést láthattunk, tehát ez igazából, ez a tézis elmondható az utóbbi évtizedekre is. Itt pont ezen a délkeleti részen ez annyival egészítődött ki, hogy nagyon sok szíriai menekült oda. Tehát nagyjából hivatalos adatok szerint több, mint 1,7 millió ember. Ha nem is nekik, de a törököknek mindenféleképpen kellett új lakás. És nagyon sok helyen láttam, például Antakjában is, hogy az utóbbi pár évben rengeteg lakótömböt felhúztak. Tehát van egy építési boom, ami azzal kezdődik alapvetően, hogy az adott telek tulajdonos a telek kedvező helyzetét kihasználva kerít egy építési vállalkozót, akivel megegyeznek, hogy azon a telken akkor ő majd a megépítendő pár emeletes épületből majd kap néhány lakást, saját célra, vagy aztán pedig a többit eladhatja, kiadhatja, ahogy jól esik, és akkor így olcsón vagy akár ingyen is megkaphatja azt a telket az illető, és hát elkezdődik a munka. És innentől kezdve alapvetően az az érdek, hogy minél hatékonyabban, minél gyorsabban és lehetőség szerint minél olcsóbban megoldják ezt az építkezést. És ugye a telek tulajdonosok, azok jellemzően igyekeznek olyan vállalkozókkal megegyezni, amelyek közel állnak a adott önkormányzati vezetőhöz, és ugyanis így esetleg az engedélyeztetés az gyorsabb lehet. És nyilván ez a helyi szinttől függ, hogy mennyire fogják aztán ezeket a szabályokat, amit egyébként előre az állam betartani. Tehát ha kapnak építési engedélyt egy négy emeletes épületre, akkor vajon az ötödik emeletet azt tényleg be fogja elvasni. Tehát lesz-e belőle ötödik épület, lesz-e belőle ötödik szint, vagy hatodik szint, amire egyébként vannak példák. Miután megnézik a terveket, rábólintanak az önkormányzatba, nem feltétlenül van ellenőrzés, vagy éppen lehet korrumpálni is az ellenőröket. És ennek köszönhetően sok helyen tényleg azt lehetett látni, hogy kisporoltak anyagokat, túlépítkeztek, ha lehet ezt mondani. Nem megfelelő volt az alap kialakítása, és arról nem is beszél az alapvető problémáról, hogy noha vannak, különösen ez egy földrengés veszélyes zónáról van szó, hogy vannak arra térképek, hogy hol húzódnak a törésvonalak, de ezt sok esetben nem veszik figyelembe, akár önkormányzati szinten is, vagy azt mondják, hogy a város építési fejlesztési terve kapcsán, hogy hát az a törésvonal az nem ott van. Tehát ilyen szintű visszaélések azok történhetnek, és nyilván azt mondom, hogy mindenki így próbálkozik, de kicsit úgy mondanám, hogy a korrupció piciny körei azok összeadódnak. És hát ehhez jön végül aztán a kormányzat abból a szempontból, hogy építési amnesztiákat ad. Ugye az utóbbi években, különösen választások idején erre volt szép számmal példa, az ott régióban is, de nagyon fura módon ugye ez jellemzően pozitívan hatott a adott kormánypártnak a megítélésére. Tehát az emberek nem mondták azt, hogy jó rendben, akkor ez nem megfelelően elkészítve ez az épület, akkor inkább ettől visszalépek, hanem sok esetben azt nézték, hogy jó lesz, olcsó, most ezt meg tudom venni, amúgy is az utóbbi egy-két évben bődületes
drágulás történt a török piacon, és hát egyszerűen ezzel együtt kell élni. Ez az, ami az utóbbi mondjuk 20 évet érint, ami egyértelműen Erdoğan-nak az időszakához kapcsolódik, de ugye nagyon sok korábban épített épület is összeomlott. Tehát a paraszt házakat rakott esetbe arrébb a földrengés, mindenféle képet lehetett látni. Nyilván ezeknek a régi épületeknek az állapota, földrengés biztonsága, ez rengeteg kérdést fölvet. De már említett, minél gyorsabban, minél olcsóbban, és hát valamilyen szinten éppen álló épület legyen működő, vagy biztos épület politika, azért az ahhoz vezet, hogyha mondjuk valaki követi a török híreket, az mondjuk Isztambulban néha belefuthat olyan hírekbe, hogy földrengés nélkül egy-egy pár emeletes épület szinte magától összeomlik. Tehát ilyenekre azért vannak példák, és mondjuk ebben a helyzetben, és nyilván most messze vagyok attól, hogy általánosítsak és azt mondjam, hogy a török építőipar az rossz, de bele, ha ilyenek történnek, úgymond békeidőben, akkor egy ilyen földrengés sújtott a régióban, egy ilyen nagyon komoly, tényleg történelmi nagyságú földrengésbe, nem annyira véletlen, hogy ezrével dőlnek össze az épületek. Tegyük hozzá természetesen azt, hogy nagyon sajnos. Úgyhogy ebben a helyzetben én azt mondanám, hogy majd mindenki el fog gondolkozni azon, hogy most igazából hogy ki lehet-e mögött, miért történhetett így, és én nem vagyok feltétlenül biztosabb, hogy egyértelműen mondjuk itt a államfő vagy a kormányzat lesz a hibás majd az emberek szemébe. Az elmúlt cirka egy hónapban közölt közvéleménykutatásokban nyilván mindenki felvetődik a kérdés, hogy mennyire megalapozottak az eredmények, de azok alapján azt lehet látni, hogy azért a korábbi hónapoknak a trendjei, azok nem törtek meg, tehát nem esett vissza látványosan a kormánypártnak a támogatottsága, vagy Erdoğannak a támogatottsága, hogy egyébként nem is ugrott ki. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell a kormánynak a következő pár hónapban is folyamatosan monitorozni azt, hogy egy lehetőség szerint, idézőesen mondom, pozitív imázs alakuljon ki róla, nem csak a földrengés közbeni munkálatokat illetően, hanem most már ugye kevésbé a mentésről van szó, mert az effektíve véget ért, hanem a romok eltakarítása, az emberek segítése, otthonteremtése és ugye az újjáépítés következik. Ebben kell most mindenféleképpen nagyot alkotni a kormánynak a következő cirka két hónapban. Igen, mert ugye nem csak 100 éves a köztársaság, hanem májusban parlamenti és államfőválasztást tartanak, és ugye nyilván ilyenkor mindig felvetődik, hogy ha az elmúlt 21 évet nézzük, akkor az Erdoğan által kiépített rendszer az egy elég stabilnak volt mondható, hogy igen, ez a jelenlegi helyzet, ez mennyiben változtathat egyáltalán, megingathatja-e a kormánypártot és Erdoğan helyzetét? Ez egy nagyon jó kérdés, de hát mit mutatnak ugye a felmérések, és mi várható, vagy lehet-e látni, hogy az elkövetkező két és fél hónapban milyen trend alakulhat ki? Nagyon nehéz jósolni. Ugye a földrengés előtt, tehát február 6-a előtt azt lehetett látni, hogy nagyon szoros eredménynek nézünk majd elébe. Ugye a kormánypárt és a szövetségese, egy ilyen radikális, nemzeti radikális pártnak a népszerűsége az utóbbi években jelentősen csökkent, köszönhetően elsősorban a rossz gazdasági helyzetnek, a rekordokat döntögető inflációnak. Ugye közel 100%-os volt a tavalyi év folyamán az infláció Törökországban, de hogyha megkérdezik a törököket, akkor a válaszadók többsége azt fogja mondani, hogy itt több volt, mint 200. És ugye ez az általános inflációról beszélek, nyilvánvalóan hivatalos adatok szerint is az élelmiszerinfláció az magasabb volt. Tehát az emberek ebből a szempontból valahol érthető, hogy mérgesek, tényleg Törökország utcáit járkálva rengetegszer hallja az ember, hogy mennyit emelkedtek az árak, a kenyér mennyibe kerül, és hogy milyen szinten kell visszafogni az embereknek a fogyasztását. Csak egy nagyon érdekes példát hozzak személyesen, nem olyan régen Törökországban voltam, töltöttem húzamosabb időt. Csak hogy lássák a kedves hallgatók is, hogy ez mit jelent. Ankara egyik
sétáló utcájába, vagy fogalmazzunk így egy kicsit ilyen Váci utca szerűségében. A különböző boltokban vásárlók alapvetően jól öltözött urak és hölgyek, azok fejből tudják az adott boltlánchoz kapcsolódó kuponkártyáiknak, vagy kártyáiknak a, nem tudom, 10 számjegyből álló sorszámát. Azért, hogy kapjanak valami kedvezményt. Ami szerintem nekem is legalábbis ezt így látva vagy hallva, ez kicsit megdöbbentő volt, hogy pár lírás kedvezményért ezt képesek fejben tartani. Korábban én ilyet nem tapasztaltam. Tehát pár évvel ezelőtt azért nem volt. És ez csak egy nagyon banális történet ebbe. Látszik, hogy nem nagyon mennek az országból külföldre, mert nem tudják egyszerűen kifizetni egy ilyen euróhoz és dollárhoz képest jelentősen értékvesztett lírával. Hiába van egyfajta fizetésemelés. Szóval röviden, nagyon komoly gazdasági elégedetlenség van a lakosság körében, és ebben a helyzetben a kormányzat az utóbbi hónapokban gyakorlatilag mindent feltett arra, hogy ami pénzt meg tud mozgatni, össze tud szedni, azt valamilyen úton módon a lakosságnak adja, és különböző kedvezményekkel kialakít egy pozitív helyzetet, pozitív atmoszférát, és gyakorlatilag ezzel a nagyjából 50-50 helyzetben képes a maga előnyére billenteni a közhangulatot. Na most akkor ez azt jelenti, csak hogy egy kicsit így választási számmisztikába menjünk bele, hogy mondjuk a földrengés és annak a hatásai a gazdasági dolgokhoz, tehát infláció az élelmiszer boomhoz képest marginálisnak tekinthetők? Nem, szerintem nem, de amit szeretnék mondani az az, hogy ez volt február 6-i előtti állapot. Tehát ugye ezért emelték meg, gyakorlatilag egy év alatt megduplázták a minimálbért, egy kedvezményes nyugdíj köszönhetően több mint 2 millió ember mehet nyugdíjba. Tehát ezek olyan dolgok, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy jaj, de jó. Tehát nem fogja azt mondani, hogy nem. Még akkor is, hogyha ennek később nagyon komoly következménye vannak a török cégeknek, vagy magára a török államháztartásnak is. De most jelenlegi helyzetben az látható, hogy a kormányzat minden erővel igyekszik ilyen népjóléti intézkedésekkel megtartani a hatalmát. És hát ebben a helyzetben, ami ugye február 6-a hozott, itt a fókusz az átalakult. És most ugye alapvetően arról szólnak a török hírek, hogy mentsük az embereket, illetve, ahogy említettem, most már inkább az, hogy építsük újra a helyzetet, és a pénz jelentős részét, amit különböző ilyen intézkedésekre volt félretéve, azt ebbe kell most önteni. Úgyhogy például ennek keretében kapott minden érintett 1000 lírát, ami durván 190 ezer forint, ilyen egyszeri segélyként. Ezért van az, hogy az államfő járja folyamatosan ezt a régiót, és ezen túlmenően pedig a török hírek arról számolnak be, vagy híradások arról számolnak be, hogy egymás után nyílnak a konténervárosok, húzzák fel a sátrakat, halad a nagy erőkkel a romok eltakarítása, megoldják, hogy az emberek százezrei, akik ugye fedél nélkül maradtak, azok a, hát hogyha az első pár nap az tényleg maga is volt a pokol, de most már azért megnyugodnak a kedélyek, és kialakítanak számukra valami élethelyzetet, mutatják azt, hogy a korábbi földrengéssel, például a 2011-es vani földrengés után, ahol, ami jóval kisebb területű volt, idézőjelesen mondom, ott csak pár száz ember veszített életét, de hogy ott is a megrongálódott, elpusztult, összeomlott épületek helyén nagyon gyorsan, nagyon jó minőségű lakóparkokat húzott fel a kormány, és hogy ugyanez fog most is megtörténni. És ugye a nagy kérdés az, amit még egyelőre én nem mernék jósolni, hogy ebben a helyzetben ez mennyire lesz hihető a bizonytalanoknak, vagy azok, akik az utóbbi években, vagy utóbbi egy évben gazdaságokban úgymond kiábrándultak a kormányból. Azért azt lehet látni, hogyha ezt az elmúlt 21 évet nézzük, akkor van egy durván 30%-os mag a kormánypártnak a szavazói vagy Erdogan szavazói között, akik eddig a pontig gyakorlatilag bármi történhetett, azok mindenféleképpen rászavaztak volna, vagy rászavaztak. Jártam a török vidéket, és én is rengeteg olyan emberrel beszéltem, akik, hát mondhatnám azt, hogy elfelejtően egyszerű emberek,
alkalmazottként dolgoznak, kevésbé képzettek, akikkel megállapítottuk azt, hogy nagyon rossz a helyzet, óriási az infláció, nincs esély, hogy mondjuk elmenjenek nyaralni Európába, sőt, közeli országba se. De amúgy természetesen Erdoğanra fognak szavazni, hiszen ő az az erős kezű vezető, aki ezt az országot meg tudja menteni a különböző külső hatalmaktól, a belső ellenségektől, és akinek elő vagy utóbb azért csak be fog jönni a gazdaság politikája, mert tudja, hogy mit csinál. Tehát bizalmat fognak neki szavazni. Na most történt egy ilyen apokaliptikus esemény, ami biztos vagyok benne, hogy részben azokat, akik azt látták, hogy az első napokban nincs semmi segítség, azokat el fogja gondolkodtatni, hogy valóban ilyen erős ez a vezető, valóban ennyire tudja kezelni a válságokat, és simán, vagy elég nagy az esélye annak, hogy ez oda fog vezetni, hogy valamilyen szinten azért szavazatokat veszítsen, ugyanakkor, mivel azt súlykolja a török média döntő része, hogy történt egy ilyen katasztrófa, ezt sajnos nem lehetett kivédeni, de ha már meg is történt, most már alapvetően a jövőre kell koncentrálni, és könnyen lehet, hogy sokan akkor azt fogják mondani, hogy igazából ez a kormányzat, ami már 20 éve folyamatosan kezeli a különböző válságokat, az igazából ezt a helyzetet is alapvetően jól kezelte, menti a menthetőt, és újjáépít, miközben, és ugye ez a mérlegnek a másik serpenyője, egy megosztott problémás ellenzéket látni, amely hát nagyon komoly problémákkal küzd, már csak annak kapcsán is, hogy kit állítson ki, mint közös jelöltet Erdoğan ellen az államfőválasztáson. És ugye ebben a helyzetben könnyen meg lehet az esély, hogy nagyon sok ellenzéki azt mondja, hogy hiába láthattuk azt az utóbbi bő egy évben, hogy kialakul egy hat párti választási koalíció, aminek még nem volt példa így a közelmúlt török történelmében, de igazából korábban se nagyon, és egy nagyon színes koalíció egyesíti a legnagyobb, fogalmazunk úgy, hogy szekuláris pártot, nemzeti radikális pártot, iszlamista pártot, amire mondjuk 20 évvel ezelőtt biztos, hogy mindenki fogta volna a fejét, hogy mi ez, ez lehetetlen, amiben belevesznek jobb közép pártokat is, vagy pártot is, volt AKP-s, tehát jelenlegi kormánypártból kivált politikusok, emblematikus miniszterek által létrehozott pártok jutnak koalíciós partnerséghez ebben a formációban. És hogy ez nem képes, ha már 11-jére gyűltek össze egy épképzláb jelöltet kiállítani, hogy választások előtt közel 2 hónappal, akkor kedves lakosság, rá szavazzatok, hanem most éppen azt látjuk, hogy a friss híreket nézzük, hogy ez a hatpárti koalíció is most éppen szakad, mert még mindig nincs közös jelölt. Igen, ezt néztük, hogy vagy ezt lehet látni, igen, hogy hát elég közel van a választás, és még nincs egy erősnek tűnő jelölt a jelenlegi államfővel szemben. Ez egyértelműen megint azt vetíti előre, hogy valószínűleg Erdoğan be fogja húzni azt a választást, vagy ők egyébként taktikázva megpróbálják megosztani az ellenzéket. Illetve még érdekes az, hogy a bizonytalanokról szó esett, ez egy mekkora tömeg, tehát mekkora tömeget képzeljünk el. Nem olyan nagy tömeg, tehát 10-15% maximum, és még lehet, hogy sokat is mondtam. A török választási részvétel a hivatalos adatok szerint az utóbbi választásokon, nyilván ez változhat, az nagyjából 85% volt. Tehát a lakosság 15-15% otthon marad, vagy nem szavaz, és nagyjából 85% elmegy, de így is a közönkutatások szerint is látszik, hogy a kormánypárt a legerősebb. És Erdoğannak ugye több ellenzéki politikusait, főleg az ankarai és az isztambuli polgármesterrel szemben, ugye nagyobb az elutasítottsága, ha ezeket az embereket legalábbis elméletileg indítanák az ellenzéki koalíció, akkor valószínűleg legyőzhetnék Erdoğant, de ők nem indulnak, vagy nem indulhatnak, hanem ezzel szemben a legnagyobb ugye, ellenzéki párt, a
kemalista köztársasági néppártnak a vezetői akar indulni, aki hát messze nem olyan karizmatikus politikus, és messze nem olyan komoly kihívó, és messze nagyobb az elutasítottsága, mint mondjuk a többi alternatívának. Ebből kifolyólag is van most vita az ellenzék soraiban, de ebből kifolyólag én azt mondanám, hogy ha ez a bizonytalanság megmarad az ellenzék részéről, akkor azért elég nagy szansz van arra, hogy Erdoğan akár az első fordulóban behúzza a választást. Ha ez megtörténik, akkor, tehát hogy az első fordulóban több mint 50%-ot szerez a szavazatokból, akkor nincs kérdés, a korábbi évek ismétlődnek meg. Teljesen mindegy ebben az esetben, kiket vagy kit indított az ellenzék. Ha viszont valami oknál fogva nem sikerül 50%-ot elérnie, és akkor ugye egy ember marad kihívóként, akkor lehet, hogy immelámmal, egy nyilván a helyzetben kevésbé felépített helyzetben, kevésbé felépített politikus mögé is odaállhat az ellenzékből sok ember, és van némi esély, de akkor egyértelműen protestszavazatként megbuktassák, vagy leváltsák Erdoğant. És ugye ebben a helyzetben azért még ebben a képletből még egy szereplő kimaradt. Ugye a jellemzően kurdok és különböző török baloldali csoportok által támogatott úgymond kurd párt, a Népek Demokratikus Pártja, ami ebből a koalícióból kimaradt. Ugye gyakorlatilag ezt a pártot a török közvélemény jelentős része és a török kormányzat egyértelműen a Kurdisztáni Munkás Párt nevezetű terrorszervezetnek a politikai szárnyaként tartja nyilván. Az egy másik vita, hogy ez most mennyire helyes, mennyire nem, de alapvetően így vannak kezelve nagyon sokak által. Viszont az ő szavazótáboruk az egyértelműen egy olyan durván 10% környékén mozog. Ami azt fogja jelenteni, hogy akár Erdoğan kapcsán is, akár majd ugye olyasnak tartják, mint a parlamenti választásokat, ott is kvázi mérlegnyelvét játszhatják el. És nagyon nem mindegy, hogy egy olyan jelölt marad Erdoğannal szemben, ha két fordulóra kerül sor, akire ők megmozdulnak, vagy sem. Ugye a 2019-es isztambuli választást, és azt is alapvetően a kurdok döntötték el, ennek a pártnak a szimpatizásaik azt mondták, hogy beállnak ugye a mostani isztambuli polgármester Ekrem İmamoğlu mögé. Kérdéses, hogy ez országos szinten meg fog-e történni. Ez az, ami az elnökválasztás illeti, ami pedig a parlamentit, ott talán kevesebb a kérdés, a kormánypárt és a vele szövetséges nemzeti radikális pártnak az együttes támogatottsága az legjobb esetben is a 40% körül alakul, tehát nagy valószínűségből nem lesz többség, ami azt jelenti, a helyzetet vetíti előre, hogy nagy valószínűséggel lesz egy ellenzék által dominált parlament, és könnyen lehet, hogy lesz Erdoğan. És ilyen még nem volt a török történelemben, ugye arról is beszél, hogy most egy elnöki rendszert vezettek be, egy nagyon erős elnökkel, az biztos, és így lett kialakítva 2017-ben a török alkotmánymódosítás, ami bevezette ezt az elnöki rendszert, hogy nagyon nehezen lehessen az elnököt megbuktatni, és hát az látszik, hogy ha csak nem történik valami nagyon durva kommunikációs hiba, vagy valami nem várt apokaliptikus dolog újra Törökországba, akkor azért a kormánypárt ezt a 30% körüli arányt tudja hozni, még akár többet is, ami szinte garantálja azt, hogy ne lehessen a parlamentből valamilyen eljárás keretében Erdoğant eltávolítani a hatalomból. Így nagyon sokan azt mondják, hogy egyfajta belpolitikai káosz várható a következő napokban, hogyha ez a forgatókönyv érvényesül, és hát ugye megint felvetődik a kérdés, hogyha az ellenzék hat pártja, ez egy hatpárti koalíció, ami most egyre inkább úgy tűnik, hogy igazából csak ötpárti koalíció lesz, ha nyer is, mennyire lesz képes itt összefogni és összetartani, úgyhogy könnyen lehet, hogy a török választók, ahogy erre egyébként az elmúlt 10 évben volt példa, pár hónap múlva majd újra az urnákhoz fognak járulni egy új választás keretében, ugyanis a parlament és az államfőválasztás az ugyanakkor történik Törökországban, és hát ebben a helyzetben lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát akkor igazából jobb egy jól működő kormánypárt
és tehát az elnöki kormány, az elnök pártja legyen megint a kormányrudnál, hiszen akkor jobban tudják működtetni az országot. Persze ez is egy óriási kérdőjel, és igazából csak esélylatolgatás, de az látszik, hogy a parlamentben messze nem olyan erős a jelenlegi kormánypárt és szövetségesének a pozíciója, mint mondjuk az előző választások idején volt. Ha egy kicsit arról beszélünk, hogy mondjuk a parlament összetétele valami csoda folytán, ugye ez az ellenzéki együttműködéssel kormányt tudnának alakítani, akkor mi lenne? Tehát, hogy akkor hogy tudna egyáltalán működni egy erős elnöki rendszer és egy elnökkel szembeni ellenzéki parlament? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye erre nincs recept és nincs miniszterelnök. Tehát ők nem fognak tudni egy olyan történetet megjátszani, mint mondjuk Franciaországban, hogy ezt a cohabitation, ez létezik, ugye ez egy félelnöki rendszer, ahol akkor ilyenkor ugye jellemzően az a helyzet, hogy az elnök inkább a külpolitikára fókuszál, akkor a parlamenti többséggel a hátra mögött pedig a miniszterek megpróbál a belpolitikára odahatni. Itt ilyen nincs, hanem akkor Erdoğannak kellene ebből az ellenzéki koalícióból politikusokat maga mellé vennie, én erre nagyon kevés esélyt látok. Tehát itt nagyon sok a kérdőjel, hogy ezt hogyan fogják megoldani, vagy egyáltalán megkísérlik megoldani. És persze nyilván itt a kormány azon is, mármint ha ugye, most Erdoğanról beszélek, szóval az államfő, majd azon is taktikázhat, hogy tehát most azért Törökország gazdaságilag jelentős szempontból kimerül. Tehát ezek, amit említettem, ilyen jólinti intézkedések, ezek komoly terhet rónak a államháztartásra. Nyilván ez a földrengés ez megint. Ugye rengeteg számot lehetett látni. Ugye azt nagyjából tudni kell, hogy ez a érintett 10 megye durván a török GDP-nek egy 10%-át adja. Most a török GDP az 810 milliárd dollár volt tavaly. Ugye ez egy óriás összeg, nyilván valószínűsítem, hogy nem az egész, nem egy 10%-os kárról van szó, de ha láttam már ilyen számokat is, de biztos, hogy nagyon sok milliárd dollárról van szó. Tehát itt ezzel valamit kezdeni kell, és most jelenleg ömlik a nyugati, keleti humanitárius segítség, pénzadományok, tehát ez valamilyen szinten azért megkönnyíti a jelenleg a munkának a beindítását, vagy éppen gyors folytatását, de hosszabb távon, hogy mondjuk mi lenne itt ősszel gazdasági helyzetben, az már teljesen más kérdés. És hát ugye ezen is el kell gondolkozni, hogy ha az AKP nyer is, Erdoğan nyer is, ősztől kezdve nagyon komoly problémákkal kell majd szembenézni, igaz? Akkor mondjuk 5 évig, vagy legalábbis amíg az államfő úgy látja jónak, addig biztos a pozíció, hiszen ő írja ki a választásokat, ő dönt a időpontról. Felmerül a kérdés, hogy ugye azt lehet-e tudni, vagy török közgazdászok megfejtették-e már, hogy mi az oka annak, hogy Törökországban ennyire durván, azt látjuk, hogy a líra hosszú-hosszú évek óta esik, de hogy ennek ez a nagyon durva infláció ezt mi okozza, illetve a másik kérdés ez az, hogy ha gazdasági és egyéb dolgok mellett külpolitikával Erdoğan mennyire tud lavírozni, tehát például az orosz-ukrán háborúban való diplomáciai közvetítés az neki hozza bármit is belül, tehát belpolitikailag, vagy ez hogy néz ki külpolitikailag, mit tud lavírozni ebben a helyzetben? Ami a gazdasági problémákat illeti, hát gyakorlatilag konzenzus van a különösen nem kormány közeli közgazdászokat illetően arról, hogy itt az államfőnek a jegybanki politikába való beavatkozása miatt van, alapvetően amiatt, mert alacsonyan tartják a kamatot. Tehát a török gazdaság az alapvetően, és az utóbbi években egyértelműen látszik, Covid óta végképp, az gyakorlatilag elengedte az inflációt, és a gazdasági növekedést részesíti előnybe, ennek köszönhetően alacsonyak a kamatok, és hát kialakult ugye az elmúlt bő egy-két év folyamán először egy ingatlan boom, és most meg éppen azt látjuk, hogy inkább a török tőzsde futott föl az utóbbi hónapokban, aminek szintén
hát megvan a maga korláta is, meg lesz a maga böjtje. Tehát alapvetően ez jellemzi a török gazdaságot, és hát nyilvánvalóan ez a folyamatos leértékelődést elősegítette az, hogy ugye az utóbbi durván 7-8 évben pucskísérlet történt az országban, ugye volt Dél-Kelet-Törökországban a PKK, tehát a kurdisztáni munkáspárt ellen nagyon komoly hadjárat, különböző terrortámadások rázták meg Törökországot, ez különösen negatívan érintette a török turizmust. Ugye belpolitikai problémák voltak, rendszeres választások, ugye a puccs utáni leszámolások, ami jellemzően a gülenista mozgalomt érintették, az a jogbiztonságot is nagyon sok nyugati befektető szemében zárójelbe tette, ami Törökországot illeti, és ehhez egyébként külpolitikai kalandozások és külpolitikai konfliktusok is hozzájárultak. Ezek egy összességében ezen az alapvető alacsony kamatpárti politika miatt még nagyobb kilengésekhez vezettek, és az utóbbi egy év pedig egyértelműen azt jelentette, vagy azt hozta a török lakosság számára, hogy egy ilyen nagy arányú elértékteledésre következett be a lírának. Ugye ezért is az, hogy mondjuk a tavalyi év folyamán többször szóba került az, hogy Észak-Szíriában egy újabb katonai intervenciót hajtson végre a török hadsereg az ottani kurd entitás ellen, legalább bizonyos korlátozott területek elfoglalásával, az többször fölmerült, különösen a tavaly novemberi isztambuli robbantás után volt ennek a nagy esélye, de végül köszönhető annak, hogy sem Oroszország, sem az Egyesült Államok nem hagyta ezt jóvá, vagy fogalmazzuk úgy, hogy nem bólintott erre, sem pedig a török társadalomban nem alakult ki most egy akkora rezonálás erre a kérdésre, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt, vagy 6 évvel ezelőtt volt, ugye a 2016-os észak-szíriai hadjárat után. És még folytathatnánk, így ez alapvetően lekerült a napirendről, viszont az emberek továbbra is elsősorban a gazdasági helyzetükkel voltak elfoglalva. Ezért is indult meg úgymond a pénzpumpa, ezért is indultak meg ezek a már említett népjóléti intézkedések, infrastruktúrális projektek átadása, ami az utóbbi 20 évben egyébként nagyon jellemző volt a Erdoğan vezetésre, ami valóban elindította a török közhangulatnak a Erdoğan és a kormánypárt irányában történő javulását. Tehát például tavaly nyáron sokkal rosszabbul álltak, mint most, de ahogy említettem, a földrengés ez komoly kihívásokat fog jelenteni. És ugye ebben a helyzetben a török külpolitikának most két jellegzetességét emelném ki, rengeteg van csak a közeljövő szempontjából. Az egyik az, hogy Törökország igyekszik, legalábbis az erdoğani vezetés igyekszik ügyesen egyensúlyozni a különböző hatalmi blokkok között. És ehhez relatíve jó geopolitikai helyzetben van, illetve hát egy középhatalomról van szó, a NATO egyik legerősebb hadseregével, és gyakorlatilag az ő NATO tagsága, ugye a világ legerősebb biztonsági szervezetének a tagja, teszi lehetővé azt, hogy részben Oroszországgal kell, ha kell, akkor Oroszországgal szemben erőt mutasson föl, illetve messze a közel-keleti szomszédaihoz képest erősebb hatalom. Nyilván Irán, ami szintén szomszéd, ez egy kérdőjel, mert nagyjából hasonló fajsúlyúak, legalábbis a lakosságot tekintetében, de messze nagyobb ennek köszönhetően Törökországnak a úgymond akciórádiusza, vagy a mozgástere a közel-keleti régióba. Ezért is akármilyen probléma van, nem fognak a NATO-ból kilépni. Viszont azt látni kell, hogy a török társadalom és a török politikai elitnek a döntő része az finoman szóval sem kedveli az Egyesült Államot, és komoly problémája vannak több nyugat-európai országgal is, és ennek köszönhetően kihasználja a NATO tagságát, de igyekszik ebből a helyzetből a lehető legtöbbet profitálni a kiváló orosz, vagy a fogalmazunk úgy, hogy a pragmatikusan javított és javuló orosz kapcsolatokból hasonló kapcsolatot épített ki Kínával is, és gyakorlatilag különböző blokkok között próbál egyensúlyozni, aminek mondjuk az elmúlt egy évben láthattunk úgymond pozitív példáját, vagy pozitív hozadékát, tehát ugye azáltal, hogy Törökország nem csatlakozott a szankciókhoz, elítélte Oroszországot, elismeri Ukrajna területi egységét, vagy integritását ebből a szempontból egyértelműen,
feltétlenül a nyugatot képviseli, vagy támogatja, de nem tett úgymond keresztbe az oroszoknak sem, ennek köszönhetően béketárgyalások lehettek Törökország, ugye durván egy évvel ezelőtt, igaz, azok sokra nem vezettek, de az első kritikus hetekben úgy tűnt, hogy Törökországon keresztül sikerül valami áttörést elérni, de amit mindenféleképpen kiemelnék, ez a tavaly nyári gabonaszállítmányokhoz kötődő megállapodás, ami ugye lehetővé tette, hogy az ukrán kikötőkből a gabonát végre elszállítsák különböző országokba. Ebből maga Törökország is rengeteget profitált, hiszen a gabona behozatának jelentős része Ukrajnából történik, de a világ többi része is. Tehát ez mindenféleképpen Erdoğannak egy nagy sikere volt. Én nem mondanám, hogy egyértelműen és csak az ő hozzájárulásával sikerült elérni ezt a megegyezést, de egyértelmű, hogy Törökországnak azért volt egy komoly szerepe ebben a történetben. És ez nyilván otthon is, meg nemzetközi szinten is valamilyen presztízs jelentett számára, de itt azért nyilván az ukrajnai konfliktusban messze nem Törökország a legfontosabb szereplő. És ugye van egy másik vonulat, ami ezzel azért valamilyen szinten összekapcsolódik, az az, hogy a török kormányzat előszeretettel áldoz föl különböző diplomáciai relációkat, relatíve jó viszonyt akár különböző országokkal, rövidtávú belpolitikai választási célokért. Ilyenekre láttunk példát mondjuk a 2017-es népszavazásnál, amikor ugye Hollandiát sikerült megtalálni, mert nem engedték kampányolni a különböző török minisztereket. Ugye nagyon sok török választópolgár ér Nyugat-Európába, és akkor 7 hetekig arról szólt a polémia, hogy a hollandokkal, Hollandiával szemben ezt az igazságtalanságot hogy lehetne megtorolni. Hát alapvetően nem történt semmi, de arra elég volt, hogy a média figyelem az erre irányuljon. És most pedig azt látjuk, hogy ha már nem lehetett észak-szíriai offenzívát véghez vinni, akkor a finn és svéd NATO csatlakozást sikerült megtalálni, ugye ez már tavaly május-június volt az zajló történet. Ugyan a tavaly nyári NATO csúcson Törökország nem vétózta meg a két ország csatlakozását, de még mind a mai napig nem ratifikálta a török törvényhozás a két országnak a csatlakozását, és hát ugye elég komoly igényekkel jelent meg a török külpolitika, aminek a teljesítése, hát fogalmazunk, hogy finoman szólva is nehéz, ugyanis nem csak arról szól, és itt főleg Svédországról van szó, hiszen az az egyik legnépesebb kurd közösségnek a hazáját, ugye nagyjából 120 ezer emberről van szó, akik nagyon aktívak, és egy jó részük legalábbis a szervezetekén keresztül a PKK-t, tehát ez a kurdisztáni munkáspártot támogatja, tehát valahol indokoltak a török igények és a török rosszallás, de a törökök nem csak azt akarják, hogy néhány törvényt módosítsanak, hanem hogy mind Svédország, mind Finnország egy olyan mechanizmust léptessen életbe, amely garantálja azt, hogy a PKK-nak vagy más a török állam szempontjából veszélyes terrorszervezetek, például a gülenistáknak a mozgásterét az leszűkítik, hanem éppen ellehetetlenítik. És hát ugye innentől kezdve egy mechanizmusról van szó, ez nem azt jelenti, hogy egy pillanat alatt ezt el lehet fogadni, hanem ezt vizsgálni kell, hogy ez hogyan működik. Tehát a két északi állam meglehetősen rossz helyzetben van, és én azt mondanám, hogy itt áttörésre, amíg ezt a választást nem rendezik le, addig nem nagyon várnék. Az más kérdés, hogy különösen így a földrengés után azért a török társadalom fókusza az most már messze nem ez. Eddig se ez volt, de el lehetett ezt a kérdést adni. Most ez még hátrább került. De ennek ellenére nem mondanám azt, hogy itt látványos áttörés lenne a következő hetekben. Noha azért nagyobb az esély, mint mondjuk február 6-a előtt volt, amikor egyértelműen ez egy fontos pontja volt a kampánynak. Egy picit még itt a adás végén egy olyan kérdés, hogy ugye a földrengés amellett, hogy nagyon sok ember életet vitt el, másrészt pedig a kulturális javakban ugye ez a terület ókor szempontjából is, és ókori műemlékek szempontjából is egy nagyon központi helyet foglal el a műemlékvédelemben. Ugye egy nagy kérdés az, hogy gyakorlatilag ez a régió a nemzetközi migráció egyik kibocsátó területe, tehát Törökországon át Szíriából érkeztek nagyon sok ember. Na most ez a földrengés fölgyorsíthatja, vagy milyen hatásai lehetnek, mit lehet látni, milyen hatásai lehetnek a migrációra? Ugye ez egy megint összetett történet. A földrengés után
nagyon gyorsan lehetővé tették a török, vagy engedélyezte egész pontosan a török hatóság, hogy a adott megyékben regisztrált, és ennek köszönhetően ott élni kényszerülő menekültek, azok elmehetnek. Nyilvánvalóan az összeomló épületekben nem tarthatták ezeket az embereket. Úgyhogy jelentős részük, de nincsenek egyelőre még adatok, az valószínűleg megindult Törökországnak a nyugati részei felé, és ugye köszönhetően, hogy az utóbbi években, különösen még a nagy migrációs hullám elején, tehát 2000 relatív elején, tehát 2014-15 környékén, akkor még a törökök se regisztrálták és tartották be nagyon komolyan ezeket a szabályokat. Nagyon sokan költöztek Isztambulba, ott hát hivatalos adatok szerint egy durván 550 ezer szíriai él, én gyanítom, hogy azért ennél valami jóval több. Izmirben is 200 ezer ember él, Ankarában is 100 ezrek, és még sorolhatnánk, na most ezek növekedni fognak. És innentől kezdve ugye nyilván nagy kérdés az, hogy tovább indulnak el, hiszen hát nyilván egy földrengés veszélyes helyzetben vannak. Nagyon sok szír eleve rossz életkörülmények között lakott Kelet-Törökországban, de hát most aztán végképp nincs semmi. És hát egy felfokozott hangulat van Törökországban, van egy növekvő migráns ellenesség, az utóbbi két évvel ezelőtt alakult is egy kifejezetten bevándorló ellenes párt, vagy mi is fogalmazhatnék, hogy ilyen szír ellenes párt, ami egyébként itt a földrengés ideje alatt is folyamatosan kritizálta a szíreket, hogy jönnek és lopnak, kirabolnak embereket, ugye kirabolnak üres hagyott lakásokat, stb. Stb. Tehát egy ilyen hangulatban szerintem mindenki kétszer meggondolja, hogy Törökországban maradjon-e. Viszont Törökország, azt látjuk, és ez még jelenleg tart, alapvetően zárva tartja a határait Nyugat-Európa felé, pontosabban Görögországban és Bulgária felé, illetve hogyha ez nem is lenne elég, hiszen nagyon nehéz kontrollálni ugye az Égei-tengeri nagyon csipkézett partvidéket, és folyamatosan van a migráció Görögország irányába. A görög parti őrség is nagyon komolyan lép föl. Tehát mondjuk, hogyha megnézzük a török statisztikákat, nyilván a görög statisztikák más mondanak, de a török statisztikák szerint nagyon sok tízezer embert küldtek vissza az Égei tengerről, vagy tengeren, miután feltartóztatták őket a görög hatóságok. Tehát én nem hinném azt, hogy ebben a helyzetben egy 2015-16 szintű, ilyen milliós migráció indul meg akár Magyarország irányába, a Nyugat-Európa felé, de részben annak köszönhető, hogy a törökök még mindig jobban odafigyelnek erre, másrészt pedig hát a görög hatóságok és a bolgár hatóságok is jobban felkészültek erre. Ugye a görög-török határon épül egy több 10 kilométer hosszú határkerítés, ennek egy része már kész van, jóval erősebb most a török határőrség, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt volt. Másrészt pedig, ami a szír oldalt jelenti például, azért a korábbi évekhez képest felépült egy határfal, ilyen nagyjából 3-4 méter magas betonfal, mélységi védelemmel, ami most egyébként nem omlott össze. Tehát a török határőrség az működik, még akkor is egyébként, hogyha nagyon sok embert, ugye katonát átcsoportosítottak Szíriából, Törökországba, hogy hát fenntartsák a rendet, ne alakuljanak ki fegyveres konfliktusok, mondjuk hát a szintén határ mentén lévő, mondjuk Hatály tartomány, a Gaziantepbe, és a többi, és a többi. De én azt látom, hogy azért alapvetően a törökök nem engedik azt, hogy akkor most a szintén bajba lutott Szíriából nagyon sok szír átjöjjön, sőt, még mindig az a policy, de nyilván erről most kevésbé van szó, és kevésbé van energia, hogy továbbra is folytassák a Törökországban élő szíreknek a, hát úgymond önkéntes visszatelepedését a Törökország által az utóbbi években elfoglalt észak-szíriai területekre, ahol egyébként a török állam vagy török cégek nagyon sok építési projektet végrehajtottak, tehát lakóházakat adtak át tízezrével, egyetemi kampusz nyílt, tehát próbálják Észak-Szíriát egy úgymond élhető helyé tenni, ahova remélhetőleg minél több szíriai menekült költözik vissza, vagy költözik át Törökországból, legalábbis ez volt a török kormányzatnak a másik nagy politikája, és ha valaki február 6-ig került a török kormányzati, vagy tehát állami tévécsatornákat nézte, akkor a hírekben folyamatosan beszámoltak arról, hogy mennek vissza a szírek, most éppen ennyivel csökken már a regisztrált szíreknek a száma, és
éppen az adott héten hány ezer afgánt vagy más külföldit küldtek vissza, vagy toloncoltak vissza a hazájukba, és hogy milyen erővel építik a falat az iráni határon, az afgánok elől, stb. Stb. Tehát Törökország gyakorlatilag az utóbbi években, a 2016-os uniós megállapodás óta egyértelműen egy ilyen pufferzónává vált, legalábbis az Európai Unió szempontjából, amely egyrészt saját belpolitikai érdekei miatt sem engedi azt, hogy nagy arányba jöjjenek külföldiek, illegális bevándorlók az országba, másrészt pedig alapvetően, még ha voltak is törések például a 2020-as migrációs válság volt a görög határon, de igyekszik úgymond bentartani ezeket az embereket. Az más kérdés, hogy köszönhetően, hogy Afganisztán összeomlott, 2020-ban ugye a talibok átvették a hatalmat, Szíriában továbbra sincs effektív béke, és alapvetően még mindig megvannak ezek a problémák. Afrikában is, hát nagyon sokan továbbra is próbálkoznak, hogy átjussanak Görögországba, és onnan tovább Európa nyugati része felé, de hiába volt ez a nagyon komoly és nagyon szomorú milliók életét kedvezőtlenül befolyásoló földrengés, én nem gondolnám azt, hogy egy komoly migrációs válság alakulna ki. Egeresi Zoltánnak köszönöm szépen, hogy távkapcsolat révén is itt volt velünk, és azt hiszem, hogy a török választások után újra beszélgethetünk, hogy hogyan alakul a helyzet. Köszönöm, hogy itt voltál a műsorban. Köszönöm szépen én is. Heti brüsszeli perceinkben két témát érintünk Arató Lászlóval, brüsszeli tudósítónkkal. Az egyik az uniós források kérdése, hiszen a legújabb hírek szerint úgy néz ki, hogy sajnos továbbra sem sikerült teljes mértékben megállapodni, illetve az Európai Unió mesterséges intelligenciával kapcsolatos direktívái. Szerbusz Laci, üdvözöllek a műsorban! Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat. Szerintem magyar szempontból kezdjünk az uniós forrásokkal, ugye erről már korábban beszéltünk, hogy hát nem sikerült, úgy néz ki, nem sikerült teljes mértékben megállapodni, úgyhogy továbbra sem tűnik úgy, hogy érkeznének uniós források. Mit lehet tudni, mi várható, milyen menetrend áll most Magyarország előtt? Igen, az a probléma, hogy itt, amiről lehetett hallani, és ami félig meddig nem hivatalos, de azért valószínűleg így van, az még mindig csak az Erasmus ügyről szól. Ez a problémáknak az 1/27 része, vagy annál is egy kicsivel kevesebb. Tehát Magyarország vállalt március végéig 27 úgynevezett szuper mérföldkő teljesítését, annak érdekében, hogy ne csak az Erasmus dolog oldódjon meg, hanem a 7 éves költségvetés is felszabaduljon, és a helyreállítási alap kerete is. Na most, ami az Erasmus ügyeket illeti, amikor itt volt január végén Navracsics miniszter, és tartott egy rögtönzött sajtótájékoztatót, akkor azt mondta, hogy hát vannak még vitás kérdések, de ha kellő hetente ideutazik, és minden meg fog oldódni márciusra, ebben ő egészen biztos. Most ott tartunk, hogy még mindig nem oldódott meg az Erasmus ügy, mert hogy amit a magyar kormány eltervezett változtatni, az nem elegendő az Európai Bizottságnak. Itt arról van szó, hogy nem elég, ha a minisztereket visszahívják ezeknek az egyetemi alapítványoknak a kuratóriumából, hanem egyrészt ennél szélesebb kört fel kell ölelni, tehát például ki kellene terjedni a parlamenti képviselőkre, köztisztviselőkre, mindenféle hatóságoknak, tehát ilyen köztestületi szabályozó hatóságnak a tagjaira is, és azt is rögzíteni kell, hogy ugye eredetileg ez egy életfogytig tartó megbízatás volt, aztán a kormány 6+6 évet javasolt, most a bizottság azt mondja, hogy ez is sok, legyen 4+4 esetleg, és tisztában kéne lenni azzal, hogy miért neveznek oda ki valakit. Tehát ne azért, mert ő valamilyen pozíciót betölt, vagy mert így hívják, hanem ezért lenni egy kicsit jobban meg kéne alapozni a dolgot, és világos szempontrendszer kellene. Szóval most ugye megint ott tartunk, hogy a magyar kormány oldalán pattog a labda, erre kellene mondani valamit, az ő javaslatát nem fogadták el,
ezt kell a kormánynak szem előtt tartani, meg azt, hogy az Európai Bizottság döntési helyzetben van abból a szempontból, hogy ő javasol a tagállamoknak, és az, amit ő letesz az asztalra, az valószínűleg majd utána a tagállamok el fogják fogadni, de egyelőre még nem tesznek le semmit az asztalra. Még annyit, hogy ugye, és ott van még a rakás összes többi probléma, amivel nem tudjuk, hogy mi van, de hát az idő szorít, mert hogy pénz az meg addig nincs, amíg ezeket nem pipáltuk ki. A bizottság megteheti azt, hogy külön mondjuk az Erasmus ügyben tesz egy javaslatot, de főszabály szerint az egész csomagot együtt bírálják el. Tehát jogi lehetőség megvan, de ez már megint csak az ő jó indulatokon múlik, hogy ez meg fog-e történni. Ugye hát itt a jó indulat az tételezzük fel, de hát látjuk ezeket a csörtéket a kormány és az Európai Bizottság között, szóval itt már gyakran eléggé elmérgesednek a viszonyok, az adok-kapok. Ugyan jó sok nem vagyunk, de azért mégis, hogyha időkorlátot, időintervallumot kéne megadni, ez most mit jelent nagyjából? Ez hány hetes csúszás, vagy hogy néz ki, mennyivel tolódik ki a megállapodás lehetősége szerinted? Én azt gondolom, hogy ha bármelyik ügyben ebben a hónapban lesz egy közös nevező, tehát most akár csak az Erasmus ügyre, vagy akár az összes többire gondolunk, tehát amiben ebben a hónapban lesz közös nevező, akkor úgy fogalmazok, akkor az Európai Bizottság ezt már mondta, májusra fogja tudni elkészíteni ennek az értékelését és a mindenféle szövegeket, amiket előterjeszt majd a tagállamoknak, akik pár hét múlva, de mondjuk júniusban tudnak erről szavazni. Tehát nagyon-nagyon ki van számolva az idő, és utána, hogyha ez a döntés megvan, akkor lehet, akkor mondjuk felszabadulnak esetleg az Erasmus források, ugye az már nagyon cinkes, tehát ott már észnél kell lenni, mert nyáron meg kell kötni az új szerződéseket különben, mert ugye most még senki nincs veszélybe, mert eddig megkötött szerződések azok működnek. De az új szerződéseket a következő szemeszterekre majd nyáron kell megkötni, és hogyha nincs meg a pénz, nincs meg a jóváhagyás, akkor nem lesz szerződés, és akkor már valóban konkrétan veszélybe fognak kerülni cserediák programok. Ami a többi pénzt illeti, hát ott meg ugye nagyon nagy szükség lenne az uniós forrásokra, hogyha mondjuk a legoptimálisabb esetben júniusban rábólintanának a tagállamok az egész csomagra, de hát mondom, ahhoz látnunk kéne azt, hogy ez rendben van, akkor júliusban küldhet a magyar kormány egy számlát az 5,8 milliárd euró, ból 800 millió euróra. Tehát ez az a pénz, amit idén elérhet Magyarország abból a forrásból. Hát azt hiszem, hogy szerintem még vissza fogunk térni erre a kérdésre. A másik témánk ugye a mesterséges intelligencia, itt a ChatGPT berobbanásával az elmúlt hetekben nagyon fölbojdult itt a mesterséges intelligencia körüli, hát hogy is mondjam, felhajtás. És ugye az Európai Unióval kapcsolatban is jelentek meg hírek, hogy az Európai Unió ugye a adatvédelemmel összefüggésben már évek óta foglalkozik a mesterséges intelligencia, okos programok adatvédelmi szempontjával is. És ugye elvileg egy új direktíva tervezet van most kifejezetten ezzel kapcsolatban, amely ellen ugye azok a fejlesztő cégek, akik ezeket a mesterséges intelligenciákat fejlesztik, készítik, hát folyamatosan egy nagyon erős lobby tevékenységet folytatnak. Mit lehet erről tudni, hogy áll ez a helyzet, hogy áll most ez az egész mesterséges intelligencia adatvédelem az EU-n belül? Igen, itt ketté bontanám ezt a dolgot. Tehát egyrészt van az Európai Uniónak már egy elfogadott és működő, tehát érvényben lévő digitális alkotmánynak nevezett két irányelve, ami elsősorban a fogyasztói jogokra, adatvédelemre, meg adatkezelési jogokra koncentrál. Ezek az egyik a digitális tartalomra, a másik pedig a digitális piacokra vonatkozó jogszabály, és ez kiegészíti a már régebb óta létező adatvédelmi, meg szerzőjogi szabályozásokat. Na most, ami ezt a részt illeti, itt az Európai Unió arra kötelezi a nagy
tartalomszolgáltatókat, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget az általuk megszerzett adatokért, tehát egyfajta ilyen digitális kapuőr szerepet fognak, vagyis kell nekik ellátni, most még az átállás időszaka van, tehát itt most még konkrétan fel kell mérni, hogy kik tartoznak ide, a lényeg az az, hogy akinek több mint 45 millió felhasználója van, annak azok, hát úgy fogalmaz a jogszabály, hogy a társadalomra nézve rendszer szintű kockázatot jelentenek, tehát nekik extra védelmet kell biztosítani a felhasználók számára az adataikat illetően, az, hogy mihez férnek hozzá, mihez férhetnek, milyen és hogy szűrik ki a káros tartalmakat ezek a nagy szolgáltatók. A másik része pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ott van egy 2021-es jogszabály javaslata az Európai Bizottságnak, tehát az abból a szempontból jól állunk, hogy van már valami, amihez lehet viszonyodni, de abból a szempontból nem állunk jól, hogy ez még nagyon, nagyon vita, tehát nagyon komoly viták vannak erről, és nem lehet tudni, hogy ez mikor lesz valóban jogszabály, különösen úgy, hogy az élet közben rohan tovább. De hogy nagyon röviden, meg érthetően megpróbáljam összefoglalni, hogy mi is ez. Itt azt szeretné az Európai Unió rögzíteni, hogy ezek tehát a mesterséges intelligenciának a különböző megjelenési formái, ezek milyen kockázatot jelentenek a társadalom egészére és az egyes emberekre nézve, és van ebből a szempontból csináltak 4 kategóriát. Van olyan kockázat, ami elfogadhatatlan, tehát amiben, ahol a mesterséges intelligencia veszélyezteti az embereknek a biztonságát, a jogait, a megélhetésüket, tehát ezek be lesznek, ezek nem lesznek, nem lehetnek, nem működhetnek. Itt például arra lehet gondolni, hogy nem lehet olyan program, ami egy kiskorút veszélyes viselkedésre ösztönzi, csak egy példát mondjak. Aztán van, ami nagyon magas kockázatúnak számít, ami érinti a kritikus infrastruktúrákat, a biztonságot, a közszolgáltatásokat, vagy a bűnüldözést, vagy az egészségügyet, a robotsebészetet például. Tehát ezek a magas kockázatú területek lesznek azok, ahol nagyon komoly megfelelési feltételeket fog szabni az Európai Unió, és akkor ezeket az alkalmazásokat szigorú feltételek után engedik használni. És ezen a kettőn kívül van még 2 kategória, amivel annyira már talán nem kell foglalkozni, amelyik ilyen korlátozottabb vagy minimális kockázatot jelent. Az egyik a csevegő robotok, ahol annyi megkötés van, hogy tudni kell azt, hogy éppen egy géppel beszélsz, és hogy ez alapján tudod eldönteni azt, hogy akarod-e folytatni, vagy nem. És vannak ilyen minimális kockázatú mesterséges intelligencián alapuló programok, például a videójátékok tartoznak ide. Szóval ez a nagy keret, amiben az Európai Unió most gondolkozik, és hát persze közben, ahogy mondtam, az élet ugye folyamatosan irkálja át meg fölül ezt a területet. Ugyanakkor mindez arra mutat, hogy ez egyre szükségesebb, tehát itt talán célszerű volna elfogadni egy jogszabályt, amit utána, hogyha kell, akkor lehet utána módosítani. Várhatóan egyébként nagyjából egy ilyen direktíva tervezet körülbelül mennyi idő alatt megy át? Láttuk ugye a GDPR esetében is azért hosszú-hosszú időt vett igénybe, vagy akár a digitális jogokkal kapcsolatban is. Ez körülbelül várhatóan mennyi idő alatt mehet át a bizottságon, meg az Európai Tanács? Most ott tartunk, hogy az Európai Parlament létrehozott erre egy külön bizottságot. Tehát amikor a jogszabályjavaslat elkészül, akkor ez bekerül a tagállamokhoz, meg a parlamenthez, ugye ők a jogalkotók, a társjogalkotók, és akkor a parlament, általában a parlament kezdi először tárgyalni, mert utána a tagállamok majd megnézik, hogy mi a hozott anyag, és akkor majd arra mondanak valamit, mert hát végül is ővéki a döntő szó. Szóval a parlament az elkezdi tárgyalni ezeket szakbizottságokba, de most nem ezt csinálták, hanem egy külön bizottságot hoztak létre, amelyik jelenleg is dolgozik. Jövőre EP választások lesznek, ennek a szakbizottságnak a mandátuma majd le fog járni, elkészítenek majd egy jelentést, ami valószínűleg már egy parlamenti
tárgyalási mandátum lesz, de már a következő parlamenti, úgyhogy az jelentősen lelassítja ezt a folyamatot, hogy itt jövőre választások lesznek, és én azt gondolom, hogy a tagállamokkal való egyeztetés az emiatt mondjuk 2025-ben kezdődhet el, és akkor onnantól számítsunk legalább egy évet. Tehát ha lesz jogszabály 2026-ban, akkor az jó, és az viszont egyáltalán nem valószínű, hogy ez 2006-tól érvényes is lesz, mert mindig ilyenkor állítanak fel új struktúrákat, intézményeket, stb. Tehát lesz egy átállása, tehát már ott vagyunk 2027 környékén, ami innentől számítva mégiscsak 4 év. Hát, hogyha nagyon rossz májú akarnék lenni, addigra a Skynet megesz minket. Na, de azt hiszem, hogy visszatérünk még ezzel a témával. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban. Nagyon szívesen. Szervusz. Ez volt a Reptér 6. adása. Jövő héten kedden is érkezünk izgalmas külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszonthallásra, Balogh Roland voltam. Magyar Hang külpolitikai podcastja Balogh Roland.